Most néhány egyszerű kötözési technikát fogok megmutatni. Először egy szorító nyolcast. Hogyha a fa, amire a kötelet rá akarjuk kötni, annak az egyik vége szabad, akkor a szorító nyolcast a létező legegyszerűbb úgy elkészítő, hogy magunk elé tartjuk a kötelet, egyik felét előre, másik felét hátra megcsavarjuk, és a két húrkot összeillesztjük. És ezt egész egyszerűen fel tudjuk húzni a fának a végére. A szorító nyolcasnak az ismérve, bármelyik kötélszárat húzzuk meg, rászorul a csomó, és ugyanez igaz, hogyha a másik kötélszárat húzzuk meg. Lelazítani csak így a közepénél megfogva lehet. Természetesen szorító nyolcast a fára akkor is rá tudunk kötni, hogyha annak a vége nem szabad. Áthurkoljuk először a kötelet a fán, majd utána a kötelet önmagán, és a szabadon maradt részbe bedugjuk a kötélvéget, és itt is van a szorító nyolcas. Ha a két fát akarunk összekötni, akkor a keresztkötést alkalmazzuk, ami szintén egy szorító nyolcassal indul, ahogyan rá kell kötni a kötelet a fára. Egyiken áthurkoljuk, másikon áthurkoljuk, és ezt így folytatjuk. 3-4 sornál többre semmiképpen nincs szükség, 3-mal megvagyunk. Ennél a mozzanatnál alapvetően nem kell még megszorítani a kötelet, ne legyen laza természetesen, de az igazi feszességet az adja, amikor a két fa körül elkezdjük körbehurkolni a kötelet, és ettől fog a csomó igazán megszorulni. És a végén pedig egy egyszerű kettőssel összekötjük a két kötélszárat. És ez a keresztkötés. Keresztkötés az arra alkalmas, hogy két fát összekössünk, ha mondjuk egy létrát akarunk csinálni. Ezt lefele nyomhatom, elmozdulni már nem fog, de az elforgás ellen nem tartja meg. Kis közösség. Nagy élmény. Készült a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT megbízásából, a Széchenyi 2020 támogatásával.